Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Evangélium Szent Máté könyvéből! Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, sűvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, sűvített a szél, nekizúdult a háznak, az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle. Ezzel Jézus befejezte beszédét. A nép elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók. Ezek az evangélium igény. Áldunk téged, Krisztus! Egy pici csöndben egyénileg elmélkedjünk az igéről, hogy a Szentlélek kinek-kinek meg tudja adni, amit ő akar, anélkül, hogy én befolyásolnám. Nagyon örülök, hogy itt vagytok. Jézus nagyon szeret benneteket, és Jézusnak csodálatos terve van veletek. Mikor elolvastam a mai evangéliumot, amit a liturgia röngye szerint kell felolvasnom, akkor rögtön az jutott eszembe, hogy hát most ez kapóra jön, hogy itt szikláról van szó, és a nevem, a Péter azt jelenti, hogy szikla, és milyen sokszor megkaptam már az életben azt, hogy hát Péter, te szikla vagy. De igazából ez egy félreértelmezése a dolgoknak, hiszen amikor azt mondja Jézus, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat, akkor ez a szikla nem Péter személye, hanem Krisztus személye. Ő a szikla, mint ahogy ebben az evangéliumban is az ő szava, Jézus szava, ami egyenlő ő vele, az ő igéje, az ő maga, ő a szikla. És erre a sziklára épül az egyház, Krisztusra. Az egyház nem mindig azonos
magával, ezzel a sziklával. Most ebben a kis gondolatsorban nagyon sok mindenről szeretnék beszélni, de hogy tényleg csak az hangozzon el, amit a Szentlélek akar, ezért most adjuk át a teret a Szentléleknek, és imádkozzunk hozzá, hogy pont olyan egyszerűen az hangozzon el, amit ő akar, mint amilyen egyszerűen ez a kis Zsófika most itt gügyög. Ettől ne legyen bonyolultabb, amit mondok. Drága Szentlélek, kérlek téged, hogy építsd föl most bennünk a te jelenlétedet, ennek az érzését, tapasztalatát, és kérlek, adj kegyelmet mindannyiunknak, hogy úgy legyünk most itt jelen ebben a pillanatban, ahogy te akarod. Hiszem azt, Szentlélek, hogy benned élünk, mozgunk és vagyunk, és nem lehetünk nálad jobban, nem lehetünk közelebb, mint most, hiszen te teljesen itt vagy, és teljesen átjátsz minket. Ámen. Hogyan jön létre egy szikla? Gyerekkoromban nagyon szerettem a földrajz tantárgyat, és versenyekre is jártam, de most már szinte semmi nem maradt abból a tudásból, csak néhány emlékfoszlány, hogy úgy tudom, hogy a föld mélyébe egyre jobban leereszkedő rétegek hatalmas nyomás alatt úgy összekeményednek, hogy akár még gyémánt is lehet belőle. Lehet, hogy korábban egy fa volt, vagy egy ember, vagy egy állat, de ott a mélyben, a sötétben, nagy nyomás alatt sziklává változott. Így jön létre a szikla. És Jézus egy nagyon szép történetet mond el, hogy van két ember, és mind a kettő szeretne házat építeni, vagyis otthont, biztonságot. Az egyik az úgy építi a házát, hogy sziklára építi, de tudnunk kell azt, hogy Izraelben nem kellett sehonnan odahordani a sziklát, hanem pont a felszínről a gyönge földet kellett lekaparni, és már ott volt alatta a szikla. A másik ember az nem tudta meg ezt a dolgot, nem ásta le a szikláról a földet, nem ment le a mélybe, hanem rögtön a földre építette a házát. Mind a két embernél jött a vihar. Kicsit ez talán arról szól, hogy Jézus nem mondja azt nekünk, hogy ó, nyugodjatok meg, ti az én kis báránykáim, majd kivételt nyertek. A ti életetek könnyebb lesz, mert hisztok bennem. Szó sincs róla. Annak is jön a vihar, aki Jézus szavából élt, és él folyamatosan, és annak is jön a vihar, aki egy ilyen állandó figyelmetlenségben, fecsegésben él. Az egyik fülén bejön 60-nal az igazság, a másikon ki majd 120-szal. József Attila írja a Dunánál című versében, hogy fecseg a felszín, hallgat a mély. Az egyik ember felszínes, és a vihar lerombolja, a másik ember mély, és a vihar nem tudja lerombolni. Arra hívlak benneteket, hogy legyetek mélyek. Mélyen tudjatok hallgatni és elcsöndesedni. És ebből a mélységből, Isten jelenlétéből beszéljetek, ha egyáltalán szükséges.
Azért fontos lemennünk a mélységbe és a csöndbe, mert különben úgy járunk, mint szegény bíró László püspök úr. Ő egy kiváló ember, az egyik legkiválóbb, akit valaha ismerhettem, és mégis, tudjátok, mit mondott néhány hónappal ezelőtt nagy szenvedései közepette egy interjúban? Most, hogy ennyi szenvedésem van, őszintén kimondom, hogy egész életemben sokat prédikáltam a szenvedésről, de nem tudtam, mit beszélek. Nagyon jó, hogy ezt ő ilyen alázatosan kimondta. Ez is mutatja az ő lelki nagyságát. De ugyanakkor azt is mutatja, hogy sokszor papolt. És most a szenvedés közepén rájött, hogy kevesebbet kellett volna papolni. De az Isten küldte neki a vihart ajándékba, mint ahogy mindannyiunknak küldi ajándékba a vihart, hogy egy kicsit leszaggassa rólunk a fölösleges dolgokat. Miért jó itt ülni hidegben egy órát? Egy kicsit kiderüljön az, hogy fontos-e számodra, ami itt történik. Persze ez csak egy egyszerű emberi dolog, de attól még fontos. Mert nagyon sok olyan dolog van az életünkben, amit nem választhatunk, hanem egyszerűen jön, és megdolgozza az életünket. Ebben a templomban most jó így együtt ünnepölni, szinte tele van a templom. Minden vasárnap reggel, drága kicsi Mónika és az egy-két gyermek minisztráns el kell, hogy viseljék azt, hogy hát amikor idefelé néznek, felétok, akkor csak az őrangyalaitokat látják. Illetve hát azért van néhány helyi lakos, drága kicsi kölesdiek szoktak még jönni, de nekem is volt már olyan élményem többször, hogy beléptem azon az ajtón 8 óra előtt 1 perccel, legjobb időpont a mise előtt, és néztem, hogy itt nincs senki. Mónika és a minisztránsok bent a sekrestjében, és a padokban senki. 10 éves papságom alatt ebben az egyházmegyében, Pécs környékén, sok kicsi faluban, még a diakonusi szolgálatot is hozzászámolva, 10 helyre helyeztek át a püspökök, és sok helyen láttam ezt a jelenséget. És mit kell ilyenkor csinálni? Lehet, hogy semmit. Hiszen Isten az, aki csinál valamit a semmiből. Nekünk lehet, hogy elég lenne csak megvárni, hagyni, hogy ő cselekedjön. Nagyon szeretném most átadni nektek Jézus Krisztust. De nem tudom őt átadni. Ugyanez a tapasztalatom ebből a szempontból, mint Avilai Szent Teréznek, aki azt mondta, hogy ha valaki nem hiszi el azt, amit én tapasztaltam, akkor azt kívánom neki, hogy Isten adja meg neki is ezt a tapasztalatot. De tudjátok, az az érdekes, hogy olyan a Jézus Krisztussal való kapcsolat, mint mondjuk az úszás. Ha bedobnak a mély vízbe, nem kiabálhatod azt, hogy apukám úszómester volt. Nem kiabálhatod ezt. Mert úgy megfulladsz, mint a húzat. Azért üresek a templomaink, mert a hívők, a papok és a püspökök azt kiabálják, hogy apukám úszómester volt. Csak ők nem úsznak. Úsznunk kell benne az Istenben. És ha te úszol, az már kezdetnek elég, hiszen te fönnmaradsz a víz tetején. Nem úszhatunk a másik helyet. Egy darabig persze
Húzhatjuk a másikat valameddig, de igazából nem úszhatunk egymás helyett. És nem mutogathatunk arra, hogy apukánk úszómester volt. A mélységet senki nem kerülheti el. Isten mindenkit bedob a mély vízbe. Ez egy nagyon különleges igazság, hogy Isten megteremtett minket a megkérdezésünk nélkül. Mondja Szent Ágoston, de nem fog minket üdvözíteni a beleegyezésünk nélkül. Mondhatjuk úgy is, hogy egy kényszerhelyzetbe hozott minket. Örökké létezni fogsz. Ezt annak idején a filozófia tanárunk úgy mondta, hogy nem tudjuk fölfüggeszteni a létünket. Néha megpróbáljuk, néha kiabálunk, hogy nem akarok játszani. Ez nem tetszik most nekem, ez a játék, ami most körülvesz, ezek a körülmények. Nem akarok játszani, így nem. És kiabálunk Istennek is. Hát és ilyenkor Isten azt mondja, hogy kapálózzál, kapálózzál, mint ahogy a cigány tanítja a gyereket úszni. Csak aztán ne, hogy a végén azt mondja nekünk, hogy kapálózzál. Akar tanulnod úszni? Jézus se fog helyötted igazából úszni. Nem mutogathatunk Jézusra, hogy jaj, de szép ez a Jézus. Te azért lettél embernek teremtve az Isten képmására, hogy igenis hidd el azt, hogy te neked Isten gyermeki méltóságod van. Isten előtt szavad van. De milyen lesz az a szavad Isten előtt? Mélységből fakad, vagy csak felszíni fecsegés? Amikor Isten kezd közelebb engedni magához, akkor változni fognak az örömeink, és változni fognak a fájdalmaink is. Istentől távol az ember azért érez fájdalmat, mert elhagyta a pénztárcáját. Ugye? Istenhez közel pedig azért érez az ember fájdalmat, mert elveszített embereket. Ez nagy különbség. Az elveszett lelkekért aggódni, vagy az elveszett pénztárcádért aggódni. Így is föld a különbség. Jézus szívének legmélyebb érzése, hogy ég a vágytól, hogy megmentse Isten gyermekeit. Azért jöttem, mondja Jézus, hogy megkeressem az elveszetteket. Ugyanakkor, ahogy közeledünk Istenhez, változnak az örömeink is. Istentől távol, annak örülünk, hogyha szeretnek minket. Istenhez közelebb pedig, és egészen közel, annak örülünk, hogyha Istent hagyjuk magunkon keresztül másokat szeretni. Ez különleges tapasztalat. Nemrég kezdtem el tanulni én is, talán csak pár hónapja, amikor láttam valakit, aki egészen döbbenetes módon hagyta, hogy rajta keresztül Isten szeressen másokat, és hogy ezt figyeltem, elhittem, és éreztem, hogy ez a valóság. Néha elég csak hátralépnünk lélekben, és akkor Isten előre tud lépni, hogy ő szeressen rajtunk keresztül. Ezért fontos a csönd. És Istenhez közeledve, ahogy változnak az örömeink és a fájdalmaink, változni fog az, ahogy látjuk a világot. Változni fog az, ahogy látjuk az egyházat. Istentől távol úgy gondolkodunk az egyházról, minthogyha az egy osztálynapló lenne.
És kérdezzük, hogy itt van, nincs itt, itt van, nincs itt. Számolgatjuk azt, hogy hányan vagyunk, és hány fejadagot kell kiosztani. Istenhez közel pedig nevek vannak, egyes személyek, történetek, ahol minden egyes ember kikutathatatlan és megismételhetetlen titok. Ahol mindenkinek ugyanolyan nagy értéke van, mint Jézusnak. Szeretném magasztani veletek egy tegnapi szentmise közben történt felismerésemet, amit le is írtam magamnak. Ez kicsit most talán így hirtelen kilóg a sorból, hogy miért olvasom ezt föl, de azért olvasom föl, mert fontosnak tartom, hogy ez is elhangozzon. Hiszen egy szentmisén vagyunk most is. És azt hiszem, hogy Istenhez közelödve változnia kell a szemléletünknek azzal kapcsolatban, hogy mi az, hogy szentmise, mi az, hogy eukarisztia, mi az, hogy oltári szentség, mi az, hogy Jézus jelenléte, hogy igazából hol van a dolgoknak a határa, hogy van egyáltalán határa a dolgoknak. Ma a szentmisén élesen belém hasított a felismerés. A keresztények nem tudnak leülni egy asztalhoz, és nem tudnak együtt, egységben az egy közös kenyérből enni. Micsoda botrány ez! Nincs közös eukarisztiánk. Nem esszük együtt Krisztus testét. Nem fogadjuk el a másik kezéből Krisztus testét. Milyen őrületes fájdalom ez Krisztus szívében. Akik nem esznek együtt egy kenyeret, és nem hiszik együtt a kenyeret, Krisztus testét, vérét, azok vajon szeretik-e igazán egymást? Vajon ismerik-e valójában Krisztust? Vajon szeretik-e Krisztust a testvérükben, a testvérük kenyerében? Ortodoxok, rómaiak, protestánsok és mindenféle Krisztus hívők, hogy lehetnek ennyire megosztottak, hogy nincs közösségük az eukarisztiában? Az Úr halálának és feltámadásának Pászka vacsorájában. Ez katasztrófa. Ezt a szörnyű átkos gyümölcsöt lehet, hogy azért kell ennünk, mert elváltunk a jeruzsálemi gyökértől. Nincs egységünk Izrael misztériumával. Kiátkoztuk a zsidókat, és az átok bennünket mérgezett meg a leginkább. Péterék házi eukarisztiája kézen közön a századokon elveszett. Az egység elveszett. József Attila verséből egy részlet. Elveszett az ezer év. Ha elveszett, elveszett. Nem keressük már elő. Nem érünk rá. Vonaton jár az idő. Egyszerű ez. Képtelenek vagyunk megteremteni az eukarisztikus egységet a keresztények között. Annyira fáj ez, el sem tudom mondani. És fáj az is, hogy ez a hiány már szinte természetes. Észre se vesszük. Egyszerű ez. Egyszerű ez. Amikor tegnap a szentmise közben ezt mutatta az Úr, akkor valahogy úgy magam előtt láttam szinte az egész föld bolygót, és úgy láttam azt, hogy ez a valóság most, ezt hoztuk létre mi emberileg. Ilyen dolgokat tudunk mi létrehozni, hogy szétszakítjuk Krisztus testét. És nem tudjuk meg teremteni az egységet.
De nem is tagadhatjuk le a fájdalmakat és a sebeket. Valahogy hordoznunk kell a bűneink terhét. És kérni kell a Szent Lelket, hogy ő valamilyen módon múlja fölül ezeket a szakadásokat. Valamilyen módon a szeretetben segítsen nekünk fölülmúlni mindezt. Arra hívlak benneteket, kedves testvérek, hogy menjetek közel Jézus szívéhez. Mert az ő szíve tele van Istennel. Tudjátok, amikor Jézus az utolsó vacsorán imádkozott, akkor a főpap imájában azt mondta, hogy azzal teljesítette be az ő küldetését, hogy megmutatta nekünk Isten nevét. Olyan egyszerű ez. Ugye? Megismertettem nevedet az emberekkel. Belegondoltál már abba, hogy Jézus végül is csak egyszerűen azért jött, hogy visszaadja nekünk az atyát, hogy visszaadja nekünk az elveszített szeretet forrását. Mert ez mindannak a lényege a szeretet. És azt mondta Jézus, hogy az Isten az Abba, az Apu, a szeretet forrása, akiből árad minden. És Jézus azt mondja halála előtt néhány órával gyakorlatilag, hogy elértem a célomat. Megmutattam azt, hogy ki az Isten valójában. Ő a szeretet. Ő az Apám. Picit én is így vagyok most, ezzel az öntudattal, hittel és bátorsággal állok itt előttetek, hogy kész vagyok. Persze, fél óra múlva majd, amikor valakire nagyon mérges leszek, mert rálépett a lábamra, akkor rá két percre eszembe jut majd, hogy és 32 perc ezelőtt azt mondtam, hogy kész vagyok. Hát nem vagyok még kész. Kész is vagyok, meg nem is. Így vagyunk mindannyian, hogy akarunk szeretni, tudunk is néha, máskor meg kiesünk ebből a szeretetből, és nyakon vágjuk a másikat pusztán azért, amit véletlen tart. De olyan jó, hogy mindig vissza lehet menni ehhez a szeretethez. Olyan jó, hogy minden pillanatban van kegyelem. Annyira jó, hogy Istentől nem tudsz igazából elszakadni, maximum egy kicsit hátat fordítasz neki, de ahogy József Attila írja, megkerültem a világot, és Isten itt állt a hátam magad. Isten nagyon közel van hozzánk, és mindig most, mindig a jelenben. Arra vágyom, hogy olyanok legyünk mindannyian, akik nem függenek senki mástól, csak Istentől. Ez egy nagyon nagy szabadság. A legnagyobb szabadság. Időnként az Úr maga ajándékoz azzal, elég ritkán történik egy évben egyszer maximum, vagy néha kétszer, hogy azt álmodom, hogy repülök. És biztos volt talán már veletek is ilyen, ugye milyen jó érzés azt álmodni, hogy repülsz. Nem tudom, mikor álmodtam ezt életemben először, de észrevettem azt, hogy akkor álmodok ilyet, amikor előző este, vagy előző nap, valami nagyon nagy kegyelem, szabadság, öröm, Isten élmény történt. Így volt ez tavaly a nagydarogi Kisszent Teréz imaest utáni éjszaka, álmodtam azt, hogy repülök.
Életemre visszatekintve már sokszor álmodtam ezt, de nemrég nagyon érdekes dolog történt, újra álmodtam azt, hogy repülök, de most kivételesen nem csak az volt, hogy én fölemelkedtem a földről és repültem, hanem gondoltam egyet, és megfogtam valakit, és azt mondtam, te most jössz velem. Megfogtam, láttam, hogy félt, én pedig könnyedén fölemelkedtem, és annyira biztos voltam abban, hogy nem fogunk leesni, mint ahogy biztos vagyok abban, hogy most itt állok, és nem fogok lejjebb esni innen, ahol most vagyok. Isten ugyanebben a könnyű létezésben van, ahol neki semmi se lehetetlen. Tulajdonképpen nekünk repülnünk kéne folyamatosan. Folyamatosan nyitottnak kellene lennünk a legnagyobb csodákra. Nem kell ezt erőltetni, egyszerű ez. De mag is lehet akadályozni, hogyha bele vagyunk szorulva a félelmeinkbe, fájdalmainkba, a múltba, a jövőbe, aggodalmainkba. Ezt kívánom nektek, hogy ezen a szép ünnepen, ezen a háladó misén, hogy kezdjetek el élni. Kezdjetek el szeretni, mint ahogy van a Márti dala énekben. Kezdjetek el szeretni. Kezdjetek el élni. És az a jó, hogy ez soha nem késő. Az a jó ebben, az igazán jó, azt hiszem az Istenben, hogy mindig teljesen jelen van a számunkra. Mindig szeret. Mindig teljes. Mindig tökéletes. Még egy kicsit szeretnék beszélni az egyházról, annak kapcsán, amit mondtam a keresztények egységéről és a szakadásokról, hogy nagyon sokan ilyen egyházmániások. Én katolikus vagyok, én református vagyok, én evangélikus vagyok. Hát nagyon sokszor ez az identitás csak annyit jelent, hogy én nem vagyok az a másik. De nem tudja annak a mélységét, amit mondott. És kaptam erre egyszer egy ilyen képet, amikor ülünk egy buszban, 30-an, és elől van egy sofőr, aki leghátul ül, nem is látja a sofőrt, azt se tudja, hogy ki az, lehet, hogy hátul szállt föl, nem is látta a sofőrt, következő magállónál megint hátul leszáll, akkor se látta. Nagyon sokszor abban a hibában vagyunk, hogy azt hiszük, hogy a biztonságunk az a buszban van. Hogy az egyházban van a biztonságunk. Hogy az egyház majd megoldja a dolgokat. Mert hogy benne vagyunk. És azt képzeljük, hogy majd a papok, a püspökök, a másik hívő, vagy a pápa, vagy nem tudom ki, majd megoldja helyettünk, majd hoznak egy új törvényt, kitalálnak valami mozgalmat, és egyszer csak majd elkezdenek a dolgok jobbra fordulni. Lesz egy új püspök, és haj de jó lesz akkor, végre. Na most ebben az esetben mi történik? Az történik, hogy a biztonságodat a buszba helyezed. Ami egyébként egy szép, vadi új busz, erős, jó a szék rajta, látod, hogy halad, kinézel az ablakon, nem sokára odaérsz, ahova visznek. De igazából a biztonságunk nem a buszban van, hanem a sofőrben. Az ő lelkében, az ő figyelmében, az ő felelősségtudatában, abban, ahogy ő végül is szeret mindenkit, aki a buszban van, hiszen vigyáz az életükre. A sofőrben van a biztonságunk, nem a buszban. Abban, ahogy ő könnyedén elfordítja a kormányt. Vagy éppen egy hirtelen mozdulattal maga előz egy balesetet. A sofőr személyében, a sofőr szeretetében, a benne lévő lélekben van a biztonságunk. És adott pillanatban esetleg a sofőr mondhatja azt, hogy mindenki azonnal szálljon le a buszból.
És ha te azt mondod, nem, nehogy szállok le, hát ez a kedvenc helyen, mindig itt ültem, akkor meg fogsz halni. Belehalsz a buszba. Hányan halnak bele az egyházba? Belehalnak az egyházba. És Isten pedig mondaná nekik, hogy most szállj ki ebből a buszból. Miért? Mert épp ég a busz. És bele fogsz halni a buszba. De ha megfogod az én kezemet, én vagyok a sofőr, tudom, hogy most le kell szállnod. Nem a buszban van a biztonságunk, hanem a sofőrben. Nem az egyházban, hanem az egyház urában és vezetőjében, a Szentlélekben. Ő benne van a biztonságunk. Az ő tudásában, szeretetében, ahogy ő vezeti a kormányt. Ahogy ő szereti az ott lévőket, a háta magát. Abban van a biztonságunk. A Szentlélekben, nem az egyházban. Az egyház egy eszköz. És annyiféle busz van. De egy Szentlélek van. Még valamit a papságról. Szabaddá kell válnotok. Szabaddá kell válnotok. Attól, hogy esetleg a buszsofőrnek van egy kalauza, aki hátra megy és kéri a jegyeket. És azt mondja, hogy jegyeket, bérleteket. Szabaddá kell válnod tőle. Azt mondta Jézus, hogy ti mindnyájan testvérek vagytok. Azt mondta Péter apostol, hogy ti mindnyájan papok vagytok. Krisztus királyi papsága, Krisztus királyi népe. Túl nagy tekintélyt adtatok a papoknak, és túl kevéssé ismertétek fel a saját tekintélyeteket Krisztusban. És a papok bűne pedig az, hogy túl nagy tekintélyt kívántak maguknak. Végezetül pedig azt szeretném mondani, hogy tanuljatok meg mindig nyitottnak maradni egy egészen új dologra. Fogtok most kapni a szentmise végén ajándékba egy emlékkártyát. Ránézel, és azt mondod, hogy a magányos cédrus. Jaj, miért adta ezt Péter atya? Biztos magányos. Imádkozzunk érte. Közben meg egy nagyon fontos dolgot nem tudsz. Ennek a képnek nem az a neve, hogy a magányos cédrus. Én is azt hittem mindig, hogy ez a neve ennek a képnek, hogy a magányos cédrus. Csontvári Koszka Tivadar. Csontvári Koszka Tivadar a saját gyűjteményében, amikor a festményeit írta, hogy melyiknek milyen nevet adott, ennek a képnek azt adta, hogy egy cédrusfa Libanonból. Ez a festmény volt gyerekkoromtól fogva az ágyam fölött. Soha nem értettem, igazából még úgy féltem is tőle, olyan csúnya volt, mi ez itt mászik valami a fán. És körülbelül olyan 30 év telt el, mire egy hozzáértő néhány évvel ezelőtt elmagyarázta nekem, és utána olvastam Csontvári saját műveiben, hogy ez Krisztus. Csontvári Koszka Tivadar Krisztust festette le. Majd nézzétek meg ott a fa tetején, ott a szög, a közepén pedig egy lándzsa az átszúrt szívével. Krisztust festette meg a leghíresebb festményében. Mert hogy valakitől kapott egy olyan tanítást, ő
a Tivadar nagy festő akart lenni, ez volt minden vágya, kapott erre egy látomást, és nem volt hívő, nem volt igazából megtért karasztény, és mindenféle témákat választott, ilyen össze-vissza hülyeségeket, de közben nagy ambíció fűtötte őt, hogy ő nagy festő akar lenni. És akkor egyszer mondta neki valaki azt, hogy tudod, soha nem lehetsz igazán nagy festő, ha a legfontosabb témád nem Jézus Krisztus lesz. És ezen megdöbbent. És elkezdett ezen utána gondolkodni. És rájött, hogy az összes nagy művész, legnagyobb alkotása mind Jézus Krisztusról szól. A leggyönyörűbb szobor, a Piéta Michelangelo-tól, ahogyan Mária tartja a halott Krisztust a kezében. De ugyanígy, bármilyen alkotás, mindenben a leggyönyörűbb és legcsodálatosabb az, ami Jézus Krisztus dicsőségét fejezi ki. És ez a kép erről szól. És én ezt nem tudtam, míg el nem magyarázta valakinek. Tulajdonképpen minden Jézus Krisztusról szól. Minden. Minden öröm és minden szenvedés. Minden fűszál és minden szituáció az életünkben. Mindig ott van Jézus Krisztus, ő a megtestesült Isten. Teljesen belejött ebbe a világba. És teljesen benned van, teljesen veled van. Meg tudod ismerni magadtól, úgy, hogy egyszerűen mondod, hogy Jézus, szeretlek, mutasd meg magad. És nyugodtan legyincsél mindenre, mindenre. Mindenre. Mert Jézus Krisztus mindentől függetlenül meg fogja mutatni neked a szeretetét. Persze néha nem könnyű mindenre legyinteni. Néha nem könnyű legyintened az anyádra, az apádra, a testvéredre, a gyászodra, hogy már hány éve gyászolok. Nem könnyű néha legyinteni, de igazából valahogy egy könnyedséggel legyintened kell mindenre, hogy észrevedd, hogy most itt van veled Jézus, hogy most győzelmed van, hogy most teljességed van, hogy most életed van. Nem kell még várnod valamire ahhoz, hogy végre eljöjjön a valami, mert itt van. Amen.